Hello, sziasztok! Jumpi vagyok, Rakamazol, és majd pár szót arról szeretnék mondani, hogy ha elmegy valaki autót venni, akkor foglalót adjon, előleget, vagyis ennek fizessen ki a kocsit teljes értékben. Tudom, hogy a jog többféleképpen rendelkezik ezekről a fogalmakról, viszont mindenkinek a figyelmét ajánlom, hogy ha azt akarja, hogy a kocsi meglegyen, mire visszamegyen érte, akkor foglalózza le. Az, hogy most előleg vagy foglaló, mi a különbség, ez jogi kérdés, nem hiszem, hogy ez a lényeg. A lényeg az, hogy ha tetszik nekünk egy kocsi, akkor meglegyen, mire megyünk érte. Viszont nem egyszer-kétszer találkozunk olyan esettel, hogy az ügyfél lefoglalózza a kocsit, az autót, és körül meggondolja magát. Mindenkinek azt szoktam mondani, és ezt tiszta szívemből mondom, hogy csak egy olyan összeggel foglalózza le a kocsit, amit ha esetleg el kell, hogy vesszen, akkor ne sajnálja. Nem javaslom senkinek sem, hogy fizesse ki a kocsinak a vételárát, mi sem szoktuk elkérni, adjon egy kevés foglalót, hogy lássuk, hogy komoly a dolog, és lehet papírozni az autót, vagy foglalkozni vele. De ne érje nagyon-nagyon rossz, ne érintse nagyon rosszul a családot, vagy a pénztárcát, hogyha mégsem jönne össze az üzlet, mert esetleg megtetszik közben egy másik kocsi, mert sajnos én is volt már. Mindig mondjuk, hogy addig, ameddig nincs lepapírozva a kocsiját, nem kerül az okmányod a bátorjásra, addig lehet változtatni, lehet gondolkodni. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy csak abba az esetben adjanak foglalót, és csak abban az esetben foglalózzák le a kocsit, ha megbíznak abban az emberben, akitől veszik a kocsit. Ez elsősorban bizalom kérdése. Semmiféleképpen se adjanak olyan embernek részt, akiben nem bíznak meg. Nem mondom, hogy vissza fognak élni vele, de sok mindent hallottunk már, sok mindent láttunk már, és az embereknek azt, hogy adtam valami foglalót, és kaptam érte egy darab papírt, nem biztos, hogy ez mindenkit meggyőz. Tehát mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy csak adjon foglalót, ha megbízik abba az emberbe, akinek odaadta, és úgy gondolja, úgy érzi, hogy az autó őtet meg fogja várni. Hogy az autó az övé lesz, és nem fognak lépni a pénzével. Köszönöm szépen!